Közös missziós munkára hívja Baranya és Tolna megye lakosságát Felföldi László megyés püspök. A 2021-ben felszentelt főpásztor az ismerkedés évének nevezte a most véget érő esztendőt, és arra kéri a pécsi egyházmegyek közösségeit és a családokat, hogy az egyre inkább elmagányosodó világunkban keressék azt a helyet, ahol erősödik a kapcsolatunk Istennel és egymással. Azok az érzések vannak bennem, és tényleg most ez így belül a szívem legmélyén van, hogy nagyjából az ismerkedési szakasznak a végére értem. Természetes, hogy még nagyon-nagyon sok mindent mélyebben, jobban meg kell ismernem, de az első évnek ez volt a fő feladata, és ebben éltem, dolgoztam, utaztam nagyon sokat, hogy találkozzak, jelen legyek, és most azt gondolom a következő évben elkezdhetünk együtt gondolkodni, együtt tervezni, együtt dolgozni, egyházközségekért, közösségekért, családokért, egyházmegyéért. És már látom azokat a szíveket, azokat az embereket, azokat a jó szándékú lelkeket, akiket az Isten szeretete hív és küld ebben a nagyon fontos, nagyon értékes, de különlegesen szép missziós munkában. A főpásztor életünket mérlegnek nevezte, melynek egyik serpenyőjében a múlt, a másikban a jövő van. Mint fogalmazott, az idő a legkülönlegesebb a sorsunkban. A múlt elment, a jövő még nem érkezett meg. Az idő lehetőség az életre, a szeretetre, amikor az ember családja és közösségei életét szebbé, értékesebbé és szeretetteljessé tudja tenni, mondta Felföldi László megyéspüspök újévi köszöntőjében.